Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió Bonyhádi Napló című magazinját látják. Víg Gabriella vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Space Bus program. A csillagászattal ismerkedtek a bonyhádi diákok. Völgységi könyvfesztivál. Három napig minden az olvasásról szólt. Múzeumok éjszakája. Programokkal, valamint esti tárlatvezetéssel készültek a szervezők. Mozgásművészet juniális. Négy napos rendezvény a bonyhádi Petőfi gimiben. Egy űrkapszula szimulátort próbálhattak ki a tanulók a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában, Bonyhádon. A Space Bus elnevezésű programban egy VR szemüvegen keresztül láthatták a gyerekek az univerzumot és a Földet. A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola adott otthont a Space Bus programnak. Kovács Ferenc, az intézmény igazgatója elmondta, az alapítványtól kész tantervet kaptak az űrkabinnal kapcsolatban. Ezzel a programmal először 2,5 éve találkoztam, akkor láttam, hogy létezik egyáltalán ilyen program. Fölvettük akkor a főszervezővel, Zentai Istvánnal a kapcsolatot. Szerettük volna ezt a programot mindenképpen elhozni hozzánk. Ez a program gyakorlatilag arról szól, hogy a mai, főleg 9-től 12 éves korosztálynak bemutatja és közelebb hozza a STEM oktatási anyagot. Ez a Science, Technology, Engineering, Maths, tehát ilyen természettudományos tantárgyakkal foglalkoznak a gyerekek. Hál' Istennek megnyertük ezt a programot, így hozzánk is eljutott. A program azt öleli magában, hogy a gyerekek mielőtt megérkezne ez az űrkabin, ami most megérkezett hozzánk, előtte természettudományi órákon is foglalkoznak ezekkel a tudományokkal. Kísérleti módszerekkel, tehát kaptunk tananyagot, tankönyvet, hát ebben a program keretében teljesen ingyenesen, és az órákon feldolgozták ezeket, és maga az űrkutatásra kihegyezve megismerkedhettek ezekkel a dolgokkal. A program második része az volt, hogy megérkezik hozzánk ez az űrkabin, amit most megnézhetnek a gyerekek. A mi iskolánkban kb. 180 gyerek fogja 2 napig igénybe venni ezt az űrkabint. Ez egy ilyen VR szemüveges, 3D-s űrutazást tesz lehetővé. Gyakorlatilag egy ilyen űrállomáson egy űrhajóval körülrepülnek, megtekinthetik a földet, egy ilyen úgynevezett overview effekt, tehát ez amikor fentről rátekintünk a világra, és rádöbbenünk arra, hogy mennyire eltörpül saját egoizmusunk, amikor egy ilyen pici teremtett univerzumban, mi egy ilyen pici bolygón vagyunk. Az ember elkezd elgondolkodni azon, hogy mennyire kéne vigyázni erre a pici porszemnyi földre, tehát egyből a környezettudomány, a környezetvédelem és ezek a gondolatok is szervesen kapcsolódnak ehhez a programhoz. És akkor ennek kifutásaképpen még egy kicsit foglalkoznak majd a gyerekek vele, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés, hogy elhozhattuk ezt a programot az iskolánkba. Hát igazából sok külön munkát nem igényel ebben a programban a részvétel, mert annyira kidolgozott jó tananyagot kaptunk hozzá, hogy gyakorlatilag otthon az ember egy kicsit előre dolgozik, előre megnézi, hogy mit javasoltak a program kidolgozói, és kész óra terveink vannak. Nagyon sok kisfilm van, nagyon jó munkafüzet. A munkafüzet mellé kiegészítő kisfilmek, és nagyon szépen fel van építve a tananyag, kezdve attól, hogy mi az, hogy űr, mi van az űrben, mi az, hogy bolygó, mi az, hogy kisbolygó. De nagyon, nagyon sokat edukál a gyerekeken az, hogy egyáltalán ezeken az órákon részt vesznek. Terveztünk a gyerekekkel űrlényeket, terveztünk a gyerekekkel bolygót, neveztünk el bolygókat, rajzoltunk képeslapot, végeztünk kísérleteket liszttel, kartonpapírral, le kellett döngölni egy fa darabbal a lisztet, és elmozdítani egymáson a papírlapokat, amikre rátettük a lisztet, és akkor így lehetett látni, hogy a tektonikai lemezek hogyan mozognak el például, vagy űrhajót is ki tudtunk lőni citromsavval, meg szódabikarbonával, úgyhogy nagyon-nagyon élvezték a gyerekek. Hogyha ügyesek vagyunk, akkor a matematikában például tudjuk alkalmazni. Környezetórákon végeztük el ezeket a Space Bus órákat gyakorlatilag, illetve szabadidőben. Hát sokat tudnak olvasni mondjuk, az is nagyon jó, és azért gondolom én hasznosnak ezeket az űrórákat, mert olyan ismereteket kaptak a gyerekek, amelyeket még a felnőttek sem feltétlenül tudnak. Nagyon-nagyon jó a környezeti nevelésre, a környezetvédelemre, a jövőképükre nagyon jól hat
ez a program. Zenta István, a Spacebus Hungary alapítvány kuratóriumi elnöke bemutatta a szervezet munkáját, valamint az alternatív valóság nyújtotta lehetőségeket. A Spacebus programot Hollandiában André Kuipers űrhajós találta ki. Ő egy orvos űrhajós, és kétszer járt fölt a nemzetközi űrállomáson. És egyértelmű tény, hogy azok az emberek, akik az űrbe jártak le, az űrhajós vagy űrturista, amikor az űrből meglátják a Földet, egy olyan kognitív érzésvilágon mennek keresztül, amit overview effektnek, áttekintő hatásnak hívnak, hogy amikor visszatérnek a Földre, szinte kivétel nélkül mindannyian valami fajta nagykövetté válnak, a Föld nagykövetévé, klímavédelem, fenntarthatóság. A kutatások között szerepelt annak a korcsoportnak a megtalálása, akik a legjobban be tudják fogadni azokat az információkat, amelyek az univerzum tárgykörébe tartoznak. A 10 és 12 éves gyerekeket tartották a legalkalmasabbnak az oktatási rendszer kifejlesztéséhez. Megalkottak egy oktatási programot, aminek 12 lecke, 12 küldetés a felépítése, és ami a specialitása, hogy abból indul ki, hogy egy objektumot kívülről lehet megismerni, hát ha a Földet egy objektumnak veszük, azt a világűrből lehet megismerni, és ez az oktatási program a gyerekeknek, 10-12 éves gyerekeknek négy részből áll, megismertetjük a világűrt, a naprendszert, a bolygónak az élő és életlen környezetét, ezen keresztül a klíma, környezetvédelmi dolgokat, és az utolsó rész meg aktivitások, faültetés, segítünk a szomszédnak a kertjét rendbe tenni, ha jója, stb. Tehát ezzel a programmal találkoztam 19-ben, és a hollandoknak a meggyőződése, hogy ezt a világon több 100 millió gyerek kapja meg, pro bono, tehát ez egy ingyenes oktatási program, és ennek eredményeként 20-ban fölállt egy nemzetközi konzorcium, hollandok vezették, olaszok, franciák és mi magyarok voltunk benne, és ki lett dolgozva egy olyan 12 leckés tananyag, ami mindegyik országnak az igényeit kielégíti, és 22-ben pedig egy hatalmas kamion jött ide Hollandiából, mert még nem mondtam, de ennek az oktatási programnak az égköve egy olyan virtuális űrutazás, ahol azok a gyerekek, akik teljesítették az első 6 küldetést, azokat elvisszük az űrben, és átélik ugyanazt, amit az űrhajósok, amit most itt Bonyhádon ez a 180 gyerek átél. Tehát a Spacebus oktatási programnak a lényege egy olyan élmény alapú oktatás a gyerekeknek, ahol egy űrösztéám oktatási módszertant alkalmazunk, aminek az a lényege, hogy a természetes tárgyakat, a reál tárgyakat keverjük a humán tárgyakkal, és élmény alapon oktatjuk őket, és így úgy tanulnak a gyerekek, hogy észre se veszik, hogy tanulnak, és nagyon élvezik ezeket az órákat, ezek a visszajelzések. Eddig Magyarországon több mint 100 iskolában vagyunk jelen, voltunk jelen, több mint 200 tanárt készítünk fel. A mi specialitásunk nem az, hogy oda megyünk az iskolába és tartunk egy előadást, bár ilyen is van, de főszabályként mi a regisztrált iskolák tanárait készítjük fel, a képzőket képezzük ki, hogy ezt az oktatást véghez tudják tartani, ezt biztosítjuk a szükséges háttéranyagokat, és a gyerekeknek a klíma, környezetvédelmi, hogy is fogalmazzam, tudatossága és magatartása sokkal felelősségteljes válik, és emellett pedig három kompetenciáig fejlődik, legalább az együttműködési, a kreatív és a kommunikációs, aminek jó példája, amikor kiszállnak ebből a virtuális űrutazásnak teret adó eszközből, akkor egy interjút készítünk velük, azaz most már nem mi, hanem a osztálytársaik, mert jobban megnyílnak egymásnak, és elmesélik, hogy mit láttak, hogy látták, tehát a kommunikációs kompetenciák is fejlődnek. Csibi Emilit kérdeztük, mi a véleménye az űrkabinról. Nekem ez nagyon tetszett, és szerintem az intelligenciát is nagyon fejleszti. Milyen tanulságot tudsz még ebből levonni? Hogy a földet védeni kell, és minél több fát ültetni, és védeni kell. És te mit láttál? Én láttam egy űrállomást, egy NASA rakétát, és a napot, sok-sok csillaggal és a földet. A gyerekek várták, hogy sorra kerüljenek, majd egymással osztották meg a látottakat.
Három napig minden a könyvekről szólt Bonyhádon. A városban ugyanis 23. alkalommal rendezték meg a Völgységi Könyvfesztivált. A rendezvény kiadók és kézművesek részvételével kulturális, irodalmi és családi programokkal színesítették. Bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár számos programmal készült a könyvek szerelmeseinek, ugyanis kortárs szerzőket hívtak meg pódiumbeszélgetésekre, az olvasók pedig dedikálhatták kedvenc műveiket. Örülök mindig, amikor Bonyhádra hívnak, nagyon kedves emberek laknak Bonyhádon. Találkoztam sokukkal egyébként már a könyvhéten Budapesten idén, de itt is itt voltak, úgyhogy lelkesen jönnek, hallgatnak, és beszélgetünk egymással, dedikálunk, és időt töltünk együtt, ami mindig jobb. Az írás önkifejezés valójában, tehát én már sok éve írok, regényeket írok, ugye elsősorban, most már több műfajban kipróbáltam magamat. Önkifejezek, sztorikat mesélek el, szórakoztatok, ez nagyon fontos része az írási folyamatomnak, hogy szórakoztató irodalmat írok, hogy az embereket szórakoztassa. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez nem megy rosszul, tehát hogy elég sok olvasóm alakult ki az elmúlt évek során, és szeretik a regényeket, úgy látom. Az olvasásokat fejlesz embernek a gondolkodás módján, akár kritikus gondolkodás módján, akár a problémamegoldási képességein, akár csak annyit, hogy látja, hogy más karakterek, más figurák, más emberek hogyan oldanak meg problémákat, látnak egy problémamegoldási lehetőséget, amit akár ők is tudnak a saját életükre vonatkoztatni. Sokrétű az olvasásnak a hasznossága, a szórakozáson kívül, amit az előbb ugye említettem. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy olvasson, a gondolkozását egy picit tágítsa, a világnézetét tágítsa, és hát inkább töltsön a betűkkel időt, mint a tévéképernyővel, mert sokkal mélyebben láthatja a karakterek fejlődését, mint mondjuk egy sorozatban. Hát aki most kezdő, én a kitartást kívánok, nagyon sok kezdő szerző a magánkiadásban is például. Azt tanácsolom, hogyha elkezd valaki írni, akkor kezdje el feltölteni az internetre az írásait, kezdje magának közönséget feldobálni, ismerősök osszák meg a történeteit, akkor jönnek még többen, akik már tudnak egyfajta közösséget biztosítani az íróknak. Kiadók sokkal könnyebben állnak szóba olyan írók, akiknek már van közösségük, akik már fel tudnak mutatni valamit a kiadók előtt, hogy akkor ők valószínűleg érdeklődni fognak a könyvem iránt, ők ajánlani fogják a könyvemet, tehát hogy legyen valamiféle bázis, illetve hát az írási fejlődés része, hogy hallgassuk meg az olvasóknak, a közönségnek a véleményét, és azt építsük bele az írományainkba, hogy ez minél inkább fogyasztóbarátabb, olvasóbarátabb a történet, ha ezeket a megjegyzéseket, véleményeket figyelembe vesszük az írás folyamat során. Én krimi és thriller kedvelő vagyok, férfi vagyok, nyilván a keményebb, picit véresebb sztorikat jobban szeretem, de egyébként olvasok romantikus regényeket is, hogy arról van szó, tehát nyitott vagyok mindenféle műfajra, de én inkább krimi rajongó vagyok. Családias, kulturális programokkal készültek a szervezők az érdeklődőknek. A gyerekek sem maradhattak ki, hiszen számukra volt arcfestés, meseolvasás, kézműves foglalkozások. A helyi és környékbeli kézművesek és termelők gazdag termékkínálatot biztosítottak a vásárolni vágyóknak. A kiadói, illetve írói sátrokban az aktuális művektől kezdve a Bolha piacon át minden megtalálható volt. A fesztiválra érkezőket megkérdeztük, miért jöttek. Levente miatt jöttem, már jó pár éve olvasom a könyveit, és nekem nagyon tetszenek, úgyhogy én miatta jöttem most el, meg hát nyilván környékbeli vagyok, így hallottam, szeretek olvasni is, úgyhogy azért vonzott maga ez a könyvfesztivál is, hogy eljöjjek. Szerintem jobban el tud mélyedni benne az ember, egy kicsit tud magáévá tudja tenni a könyvet, és nem tudom, meg egy kicsit talán, nem is tudom, jobban magunkba tudunk nézni, el tudunk mélyülni, és tényleg úgy, ahogy mondtam is, hogy magunkénak tudjuk érezni az adott történetet, sztorit. Igazából mindig is szerettem olvasni, meg régóta terveztem már, hogy eljöjjünk, meg igazából a Fábián Janka az egyik kedvenc íróm a magyarok közül, és akkor miatta is, elsősorban miatta. Igazából szerintem empátiára tanít, ez a legfontosabb, amit mondani tudnék róla,
hogy a könyveken keresztül meg tudunk élni egy csomó olyan tapasztalatot, amire a való életben nincsen lehetőségünk, és szerintem elfogadóbbak is lehetünk másokkal, meg ugye olyan korokba is bele tudjuk élni magunkat, amit szintén már ugye régebben volt, nem ismerünk annyira a hétköznapi emberek szemszögéből. Közvetlenebb kapcsolatba tudjanak kerülni, tehát például amikor gyerek voltam, akkor nagyon sokan gondolták azt, hogy írók meg költők most már nincsenek, tehát ugye minden csak a régi, és szerintem azért, hogy a kortárs irodalmat is tudja egy kicsit közelebb hozni az emberekhez. Egyre népszerűbb a Szent Iván éhez kapcsolódó, idén is megrendezett országos esemény, a Múzeumok Éjszakája programsorozat. Jelzi ezt, hogy egyre több intézmény nyitja meg kapuit a látogatók előtt. Bonyhádon a Völgységi Múzeum és a Tűzoltó Múzeum szervezett tárlatvezetést. A Bonyhádi Völgységi Múzeumban az esemény alkalmával nem csak az állandó kiállítást tekinthették meg a látogatók, hanem éjszakai barangolással, tárlatvezetéssel készültek az intézmény dolgozói. De a gyerekek sem maradtak ki a sorból, hiszen játszhattak, és felállítottak egy honfoglalás korát idéző nomád sátrat is. Most az egyik fő attrakciónk az a Néprajzi Múzeum vándorkiállítása, ami a Tűzoltó Múzeumban tekinthető meg. Ma lesz ennek egy ünnepélyes megnyitója. Maga a kiállítás az augusztus végéig, egész pontosan augusztus 30-áig péntekig tekinthető meg. Illetve lesznek táncos, zenés programok, lángos, gyerekjátékok, egy életnagyságú jurtát építettünk, ahogy itt a hátam mögött látszik. Tárlatvezetéseket tartunk, hát egyszerre találkozik a kultúra a népszerű programokkal, igyekszünk mindenkit megszólítani, igyekszünk mindenkinek egy nehezen felejthető élményt adni, a szép emléket a mai nappal. Tavaly egy nagyon jó évet zártunk, tavaly több mint 400-an voltunk mintegy fél délutára kiterjedő programunkon, ez szerintem egy nagyon jó indikátor. Évről évre egyre, mindig egy kicsivel többen vagyunk, egy kicsit több ember sikerül megszólítani, egy kicsit többen jönnek el megnézni, hogy hát akkor mi is ez a sokféle program, amit itt csinálunk. Ugye az elmúlt években, csak ugye teljesség igénye nélkül, volt VR sátor, volt mindenféle tűzoltóhoz kapcsolódó program, füstsátorok voltak, ki lehetett próbálni hagyományőrző fegyvereket, voltak hagyományőrzők is, nemzetőrség, ősmagyarokhoz kapcsolódó, voltak előadások, volt egy időszaki kiállításunk is, igyekszünk mindig valami újat csinálni. Ugye az, hogy csinálunk egy ilyen kimagasló programot, egy országos programsorozathoz csatlakozunk, ezzel felhívjuk egy kicsit a figyelmet a múzeumra. Minden évben egy kicsit több diákcsoport keres föl minket, ugye a látogatószámunk az szerény, de folyamatosan nő. Tehát én azt hiszem, hogy igen, ez mindenképp az egyik olyan faktor, ami miatt egyre többen keresnek föl minket. Filóné Ferenc Ibolya, a város polgármestere köszöntötte a résztvevőket. De az biztos, hogy mindig Szent Iván éjszakájához, a leghosszabb éjszakához, legközelebb szombat, az mindig a Múzeumok Éjszakája, és nagy öröm számunkra, hogy itt Bonyhádon csatlakoztunk ahhoz a kezdeményezéshez, ami nem csak Magyarországon, egész Európa szerte minden múzeumot jellemez ezen a leghosszabb szombat éjszakán. Én szívből kívánom mindenkinek, hogy érezze jól magát. Köszönöm mindazoknak, akik a részvételükkel gazdagítják ezt a programot, hiszen itt vannak a székelykörösök, a fiatalok és a még fiatalabbak is, akik majd szórakoztatják a meglévő közönségünket. És szeretném megköszönni a múzeum valamennyi dolgozójának, aki most már nagyon régóta ezt tervezte, ezt a programot. Nem az elsőt és nem is az utolsót az idei évben, hiszen már számtalan nagyon gazdag és tartalmas kulturális programon vagyunk közösen túl, amit a múzeum dolgozói igazgatóval, Gergő vezetésével megszerveztek. Én ezt ezúton is hálásan köszönöm mindannyiunk nevében, és arra biztatlak benneteket, hogy csak így tovább, mert soha ilyen színvonalas és mozgalmas élete ennek a múzeumnak nem volt, mint amióta ez a csapat állt fel. Ezt szívből köszönöm valamennyi Bonyhádi nevében, és mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Dömény Krisztina fiával érkezett a rendezvényre. Nagyon sokat tanulhatunk, a gyerekek is, a fiam, kulturálisan nagyon sokat adnak. Én jól érzem magam nagyon a múzeumokban. Milyen gyakran mennek múzeumokba? Hát milyen gyakran szoktunk? Hát úgy... Három most havonta. Három havonta úgy. Nagyon úgy, három-négy havonta. Milyen múzeumokba járnak? Bármilyenben igaziból, természettudományi múzeumban is szoktunk, néprajzi múzeumban. Már voltunk Buson múzeumban is. Budapestre is felmentünk, mindenfelé. Azt is elárulták, eddig melyik múzeum tetszett nekik a legjobban. Nekem a természettudományi.
És miért? Azért, mivel ott egy csomó dolgot meg lehetett tudni állatokról, meg lehetett hallani a hangjukat, látni különböző filmeket, meg dokumentumfilmeket, meg ilyenek. Minden évvel jövünk. Minden évben, és az unokánk föl fog lépni, táncolni fog. Azért is, legfőképpen. Meg érdekel minden. Megemlékezünk a Szent Iván éjszakájáról, és ilyenkor aztán van a tűzugrás, aztán át kell ugrani, vagy átlépni, kedni a tüzeken. És hát az, hogy bemehetünk a múzeumba, és végignézhetjük a tárlatot. Én is hoztam ide dolgokat, úgyhogy... Elajánlott. Mit ajánlott fel? Én megszűnt egy cégünk, és annak a tablóját hoztam el. A gyűjteménytárak, kulturális intézmények minden generáció számára olyan lehetőségeket biztosítanak, amelyek kulcsfontosságúak az ismeretterjesztésre, a történelmi tárgyak, régészeti leletek bemutatása által. Ostorán, ostorán, ostorán kicsérna, szép lányú szina, forduljon gyamódra. Ostorán, ostorán, ostorán kicsérna, szép lány Mariska, forduljon gyamódra. A mai napra különösebben nem kellett készülnünk, hiszen majdnem minden hétvégén fellépéseink vannak. Két bukovinai koreográfiát hoztunk el a mai napra, a gyerek csoport is fellép, illetve a felnőttek egy külön koreográfiával készültek. Én azt tartom igazán fontosnak, hogy a városon belüli egyesületek között jól működjön a kapcsolat, és az, hogy egymásnak segítünk, az oda-vissza működjön. A múzeumok éjszakája pedig minden évben megrendezésre kerülő rendezvény, fontos esemény a városnak, ezért fontos esemény nekünk, és a gyerekek számára is nevelő célzattal lehet. Nyáron egy erdélyi utat szervezünk, Borszék és Csicsó környékére megyünk ki, ahova már viszünk gyerekeket is. Nagyon fontosnak tartom, hogy megismerjék a kinti kultúrát, hogy mi az, amit mi itthon ápolunk, ezeket a hagyományokat, eljussanak ezekre a helyekre, illetve készülünk a szeptemberre, új koreográfiát állítok össze majd nekik, mert úgy gondolom, hogy szeptemberben, amikor majd újra kis elsős osztályt kapok, akkor kicsit bővíthetjük a csoport létszámát, és új kis táncosok jönnek majd a csoportba. Igen, jöjjenek közelebb! Én Frazon Zsófi vagyok, a Néprajzi Múzeumban dolgozom, muzeológus vagyok, kollégám pedig Zsoldos Anna. Ennek a kiállításnak tulajdonképpen a rendezője, kurátora, egyik ötletgazdája. Örülök, hogy ilyen sokan itt vannak. És a mai, meg az másik épületben való megnyitó, mert volt egy szék a fiataloknak a koreográfiájában. Na most ezt a vonalat fogjuk folytatni. A Tűzoltó Múzeum is megnyitotta kapuját, hiszen egy vándorkiállítás várta az érdeklődőket, amelyet a Néprajzi Múzeum munkatársai mutattak be. Az idei mozgásművészet juniális rendezvény 4 napig tartott Bonyhádon a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban. Több évtizedes hagyományokat ápolva az egész iskola megmozdult, az intézmény tanulói csapatsportágakban mérették meg magukat. Színes olimpiával kapcsolatos osztályműsorokat adtak elő az utolsó tanítási napon, a program juniális hangulatát pedig az osztályok közötti főzőverseny teremtette meg. Az eseménynek évről évre nagy sikere van a diákok és a pedagógusok körében. Nézzenek meg egy zenés összeállítást a rendezvényről. Bright dawn.
Önök a Tolnatáj Televízió Bonyhádi Napló című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!